Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok. Hát gyerekek, beszéljünk itt a nehéz témákról. Na jó, ig igazából kérdésem van felétek. Uh, és ja, írjátok le, Jöncsök, hogy ti, mint um, gémerek és jó emberek, hogyan éltétek meg ezt a 2020-as évet? Igen, igen, arra gondolok itt, hogy ez a, az, ez a vírus um, dologra. És nem tudom, hányan néznek, esetleg engem nem gémerek, de mindenképp írjátok ti is le a véleményeteket. De hát. Mit nem mondjak, valószínűleg 99,5%-ban mind gamerek vagyunk, akik ezt a csatornát nézik, és biztosan sokszor fel, tették fel nektek ezt a kérdést, hogy a, a nagy izé, világjárvány közepette, hogy a fenébe voltunk mi gémerek, képesek mindezt túlélni, és szeretném egy kicsit megosztani, a személyes történetre, már most, nem olyan személyeskedem itt a dolgokkal, pedig elég objektíven látok dolgokat, de miért ne beszélgessünk arról, hogy én, mint általában egy introvertált ember amúgy is, és még gamer is, tehát két rossz kombinációról beszélünk, mert mi szeretünk ilyen, az ilyenfajta emberek, mint én szeretnek egy ilyen uh, sötét barlangban, és uh, elbújni, ahogy csak a monitor világítja ki az arcunkat, uh, és semmi fény nem árad be soha, Uh, és biztosak megyünk abban, hogy soha semmilyen ember ne szóljon hozzánk, mert mi azt uh, úgy szeretjük. Szóval hogyan éltük, vagy hogyan éltem én meg inkább uh, ezt a pandémi kérdést. Ettől függetlenül ugye rengeteg olyan hír jött ki, hogy hát iszonyatosan felfejlődött uh, a játékvilág, és nagyon fura játok, játékok lettek népszerűek, mint az Among Us, mert hogy Láthatóan azok is, akik a büdös életben nem nyúltak egy játékhoz, azok is elkezdtek valamiféle játékhoz nyúlni, vagy mobilon, vagy gépeken, vagy konzolon, és ez, ezáltal ilyen nagyon furcsa játékok lettek népszerűek, mint az Among Us, pedig aztán ugye eddig társaságban lehetett játszani. Na de, <laughs> az buktok <laughs> egy jó darabig. Nos, az én szemszögemből <laughs> boldogság volt, illetve mondhatni, hogy ezt egy kicsit szerencsés is voltam mert hogy nekem nem állt le a munkahelyem, tehát járhattam dolgozni, uh, rengeteg barátom van online, tehát meg volt a társaság, um, és játszom. Szóval nem, nem, nagyon tűnt fel, hogy mi a franc történik a világban ebből a szempontból, csak az tűnt, akkor tűnt fel valami, amikor kimozultam az utcára, és el kellett, uh, mit tudom én, vezessek Melóba, és az amúgy nagyváros, ugye Angliában, Bristol, a lakom, kibaszott üres volt. Tehát, mint egy ilyen posztapokaliptikus zombi városról beszélünk, ahol csak neked van egy kocsid, és végigvezetsz a csendes utcákon, és néha látsz a távol van egy embert, és nem tudod, hogy az zombie vagy embere. Úgyhogy ez így duplán jó érzéssel töltött el, hogy végre az egyik életem vágya megvalósul 28 nappal később, és még Angliában is élek. És ez, és ez ilyen melegséggel töltött el a szívemet, hogy senki nincs az utcán, senki nem basztat, senki nem akar hozzám szólni, nem kell sorban uh, állni, uh, bemegyek, dolgozok, hazajövök, gémelek, happy days, letöltöm az újabb pandemik vírus térképet, és boldogság van. Érted, ha ha még inkább rá akartam fokozni a járvány uh, témára, akkor bekapcsoltam a Division és, és még inkább egy olyan témával játszottam, hogy járvány. Szóval nem igazán tűnt fel uh, a dolog. De én ugye egy introvertált vagyok, és majd rátérek ennek az egésznek a következményére: mint hogy introvertált ember hogyan éli meg ezt. De szeretnék beszélni egy kicsit a, az extrovertált emberekről is. Beszélgettem egy ismerősömmel, és uh, Hát ő, 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 ő úgy fogalmazta meg, hogy eléggé rossz volt, mert nem tud kimenni, mert nem tud másokkal ismerkedni, és viszont a pozitívumként látott benne olyan dolgokat, olyan dolgokat kezdhetett el csinálni, amit eddig nem csinált, mondjuk olvasás, <laughs> és többet lóg a mobilja előtt, mint most bármikor, olvasva, hölgyem és uraim, nagy kincs ez manapság, ne felejtsünk el olvasni, jó? A magyar szókincs nagyon-nagyon, hogy mondjam, dús, értitek? És ha olvasunk, még felfedezhetünk olyan szavakat, amely rég elfelettünk, Ne talán olyan tudományok felé járhatunk, amelyeket csak az introvertáltak olvasnak, és most már az extrovertáltak is megtudják, hogy milyen okosnak lenni. <laughs> Na jó van, igen, az ismerősöm itt ül mellettem, és nagyon fura szemekkel néz. Um, szóval igen, így, így állnánk, de ennyit le is zárjuk az extra embereket, úgy értjük őket, nagyon furcsák, nem értem, hogy, hogy... na jó. És visszatérve, visszatérve egy kicsit magamra ebből a szempontból, és úgy voltam vele, jó, oké, rendben, 2020-ban uh, bejelentettétek, hogy uh, hogy nem vírus lesz, uh, rendben van, bejelentettétek, hogy lezárjátok az összes tetves országot, és nem lehet sehova se menni, és itthon kéne maradni, mm. és tudjátok, Angliában ezt kurva komolyan vették, úgy hallottam Magyarországon is, de annyira komolyan vették, hogy ezek, rájöttem, hogy ezek az angolok nem szeretnek dolgozni se, ezért nagyon boldogan, Uh, otthon ülnek, és nem csinálnak semmit, mert az állam egész jól kifizeti nekik azt a havi jövedelmet, amiből meg tudnak élni, főleg, hogy egy saját házuk is van, ez még könnyebbé uh, válik. Szóval um, így, így aztán nagyon kivoltak körülve az utcák. És úgy hogy oké, okay, gyerekek, 2020 legyen, skippeljük ezt az évet, hagyjuk, <laughs> eljátszogatom uh, a gépemmel, csak um, Tudjátok, introvertáltnak is jó lenni, viszont biztosan tudjátok, akik olyanok, mint én, hogy hiába vagytok, hiába szerettek egyedül lenni, én is hiába szeretek egyedül lenni, szeretem, hogyha ott van valaki mögöttem. És velem van egy légkörben, és érzem a jelenlétét. De ettől függetlenül élvezem a magányt, amit a másik társammal együtt élek meg extravertátok, tudom, hogy ezt nehéz megérteni, ez csak mi értjük, jó? Tehát ez ez most így, ne kössetek bele. Uh, és jó volt mindig az az érzés, bár lehet, hogy itt már nagyon belemeljek egy ilyen személyesebb területbe, tehát mindig jó volt az az érzés, hogyha kikapcsolom a gépet, kimegyek az utcára, szívük egy friss levegőt, és látok egy-két arcot, elmegyek egy boltba, így élnek mások is, tök jó dolog. Örültem, hogy van egy környezet, ami körbevesz emberekkel, ettől függetlenül, még hogy csendes megfigyelője is vagyok, inkább az emberi lényeknek, mint a kommunikációs részére térnék rá a dolgoknak. Aztán idővel ö, kezdett leesni ö, a tantusz, hogy ennél nagyobb börtönben nem is lehetnék, mint amiben most vagyok. Hiszen nekem azzal, hogy elmehetek dolgozni, meg van őrizve egy bizonyos fokú mozgási szabadságom. És itt a lényeg, hogy egy bizonyos fokú mozgási szabadságom. És eddig is mondhatni, hogy arról szólt a, a, középszerű életem, vagy középszerű emberi életem, arról szólt, hogy elmegyek dolgozni, szarok, hogy azok, alszok, eszek, visz föl kellek elmegy dolgozni, de valahol út közben ez a, ez a munka alvás között, volt egy, a, egy, ilyen kis apró dolog, hogy ne tenne elmegyek, kirándulok itt egyet, ott egyet, Néha eljutok a haverokkal egy kosmába, iszunk valamit, és ez ez az egy apró dolog, amiért eddig nem kifejezetten mondhatni, hogy hálás voltam, természetesen hálás voltam, de természetesnek vettem, hogy bármikor kiszállok a gép elől, ott vannak, el meg megiszok velük egy so sört, és hazajövök, és, és beülök a gép elé, tehát úgy mondom ezt, hogy van egy 24 óra, értitek? Tehát ebből 23 órát gépezek, egy órát vagyok a haverokkal, tehát ilyen szintről beszélek, mert hogy hát gémerek vagyunk, és szeretjük a barlangunkat, és és észrevettem, hogy ez a nagyon egyértelmű dolog, nincs meg, és ettől nagyobb börtönben nem kerültem, mint hogy a munkahelyem és a lakásom között. De gamerként és introvertáltként lévén egész könnyedén mm, túlvészeltem ezt a 2020-as évet, és úgy voltam vele, hogy na jó van gyerekek 2021-re. Uh, ennek most már vége kéne, hogy legyen, letenném én is a gépet egy kicsit. Aztán erre bejelentik, legalábbis itt Angliában, hogy hát gyerekek, nem mentek sehova az anyátok úristenit, még egy kicsit rátok kényszerítjük itt a kommunizmus elveit, hogy dolgozz, azt ne csinálj semmi most. És 2021-re is Anglia például ugye eléggé lezárta magát egyelőre. Na most, hogyha ez az egész évre fennmarad ez az állapot, és mondjuk ugye nyárra Nyárra kinyitnak a dolgok, hogy akkor az emberek nyáron csinálsanak valamit, meg karácsonyra kinyitnak a dolgok, meg az ünnepekre általánosan ki lehet mozdulni majd a házból, és utána a két, két dolog között már megint lezárnak dolgokat, akkor itt már nagyon gyanúsan elkezd az ember gondolkodni, hogy mi a kúrátok folyik itt, igaz? Tehát azért én értem, hogy vírus van, de gyanúsan mindig akkor nyitnak ki a dolgok, amikor ki kell legyenek nyitva, és gyanúsan akkor szállnak be, amikor amúgy is csak mindegy lenne. Szóval ez így nem annyira pozitív hatása van az én lelki életemre, nem tudom, ti hogy vagytok, vagy hogyan értékelitek, vagy milyen összeesküvés elméletet láttok ez az egész, ez az egész dolog miatt, egész dologban, de kiderül, mert le fogjátok írni a kommentbe, hogy ti hogyan éltétek meg ezt az egész történést, hogy mennyiben változott. Jó, nem kell itt agyon személyeskedni és leírni a teljes pszichológiai vagy pszichiátriai történetedet, de egy, egy, egy ilyen példát, hogyha megosztanánk egymással, hogy kinek milyen hatással volt ez a pandémia. Főleg, ha a fiatalabb generáció vagy, mert Uh, és a fiatalabb generáció alatt úgy gondolom, hogy tehát egy ilyen 14, 16 és fiatalabb ezektől nagyon kíváncsi lennék, hogy ti hogy láttátok uh, ezt az egészet, és nektek mennyire hatással volt az életetekre és a gondolatatokra, a mindennapjaitokra ez az egész. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet. Ha érdekelt a téma, akkor ja, tudjátok mi a dolgotok, Iratkozzatok föl, csengéleskére nyomjatok rá, bla 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 bla. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! A komment.